Gyülekeznek a csapatok a Bicskei úszodában kialakított versenyközpontban. Mielőtt játékra kerülne sor, regisztrálni kell, illetve a felszereléseket is itt ellenőrzik. A jelentkezések alapján 5 földrész 17 országából érkeznek csapatok, hogy a férfiaknál és a nőknél is 4 korosztályban eldöntsék, ki a legjobb. Ezt a víz alatti csapatjátékot 1954-ben 4 angol búvár találta ki, amivel a búvár növendékek tüdőkapacitását akarták növelni. A játékot egy ólommal töltött jéghoki korongszerű tárgyal a medence alján játsszák. Csak a speciális vízi hoki ütővel lehet a koronghoz érni. Szükség van még uszonyra, légzőpipára és a vízilabdából ismert sapkára, illetve speciális kesztyűre. Mára önálló világ- és Európa-bajnoksággal rendelkező sportággá vált. Elsősorban az angol száz országokban nemzeti sportnak is tekinthető. Az EGRI VB-n a mérkőzéseket a Bicskei úszodában, illetve a strand 50 méteres medencéjében játsszák. A víz alatti eseményeket a partról a kivetítőn és interneten keresztül is nyomon lehet majd követni. A megnyitó csütörtökön 17 órától a líceum előtt lesz.